A mai bizottság ülésünkön megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk a meghívót és az abban szereplő napirendet, mindenki megkapta. A napirendi pontokkal kapcsolatban van ez valakinek észrevétel, a hozzászólása, véleménye. Az ötös napirendi ponthoz kinek van javaslat? Igen, jól is tudtál fölül előre, nincs a vasat, de egy elejtetek, akkor átadom a szóval. Akkor napirendet volt első, mehet? Igen, mert jó. Elmehet. Köszönöm szépen. Akkor az első napirend a kész tárgyalása. Hogy voltak most a kész, én csak nagyon röviden ennyit mondható, hogy a teremtés szervezeti tervet a képviselő testület elfogadta a tavasz folyamán. És most ugye a partnerségi szabályzat szerint kihirdetésre került ez a tervezet. Fölkerült a önkormányzati honlap, illetve a hivatalban ezek a térképek kilettek téve, illetve ezelőtt 8 nappal egy lakossági fórum keretében megismert a lakosság is. A partnerségi szabályzat úgy szól, hogy a lakossági fórum után még 8 nap áll rendelkezésre, ez nem mondtam, és már megtörtént, mert mondtnak kell még nyitva hagyni a kaput, hogy a lakosság, illetve a településen levigazdálkozó szervezetek a véleményüket elmondhassák, és lényegében most ilyen pillanatban a tervező által ezekre a felvetésekre elkészültek a kérdések, a kérdésekre a válaszok, és erre kell majd a testületnek hozni egy határozatot, hogy elfogadja-e ezt a válaszokat, illetve ezután fog majd kerülni, Judika segíts, ezt mondd el, hogy hova megy pontosan. Annak a 29-30 állami igazgatási szervnek, akit kötelező bevonni ebben az eljárásban, illetve akik tavasz alatt szerezték, hogy ők szeretnének részt venni ebben az egyeztetési folyamatban, nekik kimegy, ők az ő észrevételeik, amikor beérkeztek, akkor azokat is figyelembe veszi a tervező, és a beérkezett vélemények után kell az állami főépítész elé záró véleményre megküldeni az anyagot. Még lesz egy lakos vagy egy testületi is, mert azokat a kérdésekre, tehát ami az állami igazgatási szervek véleményezésére, arra is a tervező készít majd válaszokat, az szintén majd a képviselő testület elé fog jönni, nem Judika? Én most ezt megmondom, hogy szintén. Én úgy tudom, hogy igen, tehát és utána kerül a végső állami főépítéshez fölterjeszteni, és akkor az állami főépítész is megnézni, utána lesz majd a zárt szavazás, és utána egy hónap múlva léphet életbe ez a hész. Tehát ezek lesznek még a mellettek. Tehát lényegében most már a kérdésekre adott válaszok az elfogadása az a legfontosabb feladat. A hész, tehát lényegében a szabályzási tervek azok a település szervezeti terv alapján lettek elkészítve, amit mondjuk a képviselőtestület jóvá hagyott. Lényegében a TSZT-hez illeszkedik, tehát az az alapja az egésznek. Az anyag ugye egy drive-on keresztül lett, mert ez nagyon nagy mennyiségű anyag, oda lett föltöltve, ott megtekinthette mindenki, és akkor én azt szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban először, hogyha van valakinek kérdése, akár a térképekkel, akár a szöveges kész tervezettel kapcsolatban, akkor azt tegye fel a Géza, és hogyha ez megvan, akkor pedig nem tudom, hogy kell ismertetni a beérkezett kérdésekre adott választ, hogyha, mert azt kiküldjük, de hogyha azzal kapcsolatban is bárkinek van kérdése, természetesen tegye föl, a holnapi testületi ülésen, aki ki fog lenni a főépítész is, meg a tervező is, de sajnos egyszerűen nem tudtuk kihozni őket,
most a főépítész az egy másik testületülésen van, a település tervező, aki a hész készíti, ő pedig szintén egy lakossági fórumon, ami nekünk volt az előző fórumban. Tehát hész térképekkel, szabályozási tervezőkkel, szöveges résszel kapcsolatban van valakinek kérdése. Gondolom, hogy én kívánok nézzük, hogy valami különbözőt. Akkor a beérkezett kérdésekre adott válaszok kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Tanulmányt készít,
tizedet vagy három féle tervet dolgozott fel, és most nekünk az a fő cél, hogy a három közül kiválasztjuk azt a tervet, amelyik tovább tervezésre alkalmasnak tart a képviselőtestület, és most ne egy olyan szemben nézzük, hogy ez a parkírozó itt most nem jó helyen van, hanem összességében, hogy melyik a három variáció közül melyik a legelőnyösebb a tervezés szempontjából, és itt az a kérés, hogy ne csak a jelenlegi pillanatot, hiszen azért ez a terv nagyon hosszú időre meghatározza a település központnak az arculatát, tehát hosszú távra gondolkozunk. A három verziót én bemutatnám, és utána elmondom, hogy a település mérnök, illetve Farkas úr melyik variációt tartotta jónak, amire azt mondta, hogy ezt javasolja további tervezésre. Mindegyik variáció két térkép szervényre vagy terv szervényre fér föl. Ez az egyik, ez az első variáció. Tehát lényegében a déli kerékpár út, amit pályázaton már beadtunk, és ezt a képviselőtestület ugye elfogadta, ezen a kis szervizúton, tehát a Szabadságtéren ott a gyalogjárda lesz kiszélesítve, itt a szervizút, itt a Halászi úton történik egy átvezetés, és itt csatlakozik lényegében a település központhoz. A sárga vonal az önálló kerékpárutat jelent, a kék vonal pedig gyalogjárdát. Tehát ebből látszódik, hogy a település, vagy az útnak a jobb oldalán, tehát ezen az oldalon, a Halászi Károly utcától egy önálló kerékpárúton indulna a kerékpáros közlekedés. Itt, ahol van ez a pici szervizút a Dózsa-György tér után, ott rákanyarodna a szervizútra, majd a téren keresztül folytatódna. Ugye itt már eleve a Somogyi Béla utcával, ami itt meg fog szűnni, oda beletervezve egy egyesített gyalogjárda, egyesített gyalogjárda és kerékpáros átvezetés, egy szigetes átvezetés. Ugye a szigetes gyalogátkelőjének az a lényege, igen, tehát csak a biztonságosabb, mert nem kell mind a két oldalt figyelembe venni, hanem elég csak az egyik oldalt, bemegy középre, a szigeten megáll, hogyha jönnek a másik irányból, és akkor, hogyha szabad, akkor tovább menni. Most ahhoz, hogy itt a kerékpárutat ki lehessen alakítani, és a gyalogjárdát külön, a Halászi Károly utcától egészen az orvosi rendelő telkéig az ötös le fog szűkülni. Ezzel ugye azt én miért lehet ezt nyitani, hiszen most ott föl van festve mind a két oldalon egy-egy kerékpáros sáv, ugye ezek megszűnnek, lényegében ennek a szélességével le lesz szűkítve az ötös, mindjárt mondom, hogy mennyire, tehát így már látszódik, tehát 7 méter, ez még mindig elég jó széles, tehát nem kell attól félni, hogy nem fognak elférni a járművek egymás mellett. A maga a polgármesteri hivatal, ugye az valahol itt fog megépülni. Most egyből lehetne kérdezni, hogy itt miért nincs parkírozó. A polgármesteri hivatal elé esztétikai szempontból nem terveztünk parkírozót, tehát ez a Farkasónak is a véleménye. Itt egy olyan díszburkolat fog menni, ahol mondjuk esküvő esetén, hogyha hozzák a kedves mennyasszonyt, akkor föl lehet hajtani a díszburkolatra, és egy várakozni tilos táblával le lesz korlátozva az ottani parkírozás. Tehát lényegében a mennyasszonynak nem kell hét határól gyalogodáig elbandukolni,
de itt állandó partiózásra alkalmas hely nem lesz kialakítva, illetve kialakítva, de csak meg lesz itt, pont azért, hogy maga az épület, tehát egy nagyon szép épület fog menni, és az legyen az uralkodó, nem pedig a partiózó gépjárműve. Ugye itt már az ötösnek a két oldalán parkírozók lesznek kialakítva. Ugye ezek a parkírozók fogják ellátni az orvosi rendelőnél is, ahol, tehát például az három parkírozó tömint valószínűleg itt várakozni piros tápa lesz, azért, hogy aki jön az orvoshoz és olyan idős szemét hoz, akkor ott meg tud állni, ki tud szállni, be tudja kísérni, és utána eladja a parkírozót. Ez a kis szervizút megmarad egy irányban, itt ezen fog haladni a kerékpáros forgalom is. És tehát azért mondom, ezt csak megmutatom, tehát ez a Dózsa-György tér nem így fog nézni, mert itt két irányú forgalmat tett fel a tervező, egyértelműen egy irányú forgalomról fog itt lenni, a Haraszti útról jobbra. És ezek a parkírozók, ezek 45 fokos parkírozók lesznek, és vissza lesz húzva azzal, hogy az út szélessége lecsökken, tehát a téren, a térből több fog maradni. Ami fontos szintén, a Dózsa-György, illetve a Haraszti út és a Ötös csatlakozásánál, a Haraszti út jobb oldalára is terveznénk gyalogjárdát, pont azért, hogy a gyalogosoknak ne kelljen ilyen keringőt járni, hogy aki innen jön és át akar menni, az így körbe menjen, hanem igenis menjen át, és természetesen ezzel az autós forgalmat lassulni fog, de amit mondottam, nem az autósoknak a kiszolgálása a fő cél, hanem a helyben lakóknak a kiszolgálása. Tehát itt is a kék straffozott rész, ezek a gyalogjárdák jelölő helye. És itt lesz szintén ugye a Haraszti úton az ötös torkolatnál egy a gyalogátkelő hely, az most is van, csak nem így néz ki, de ez ki lesz egészítve egy kerékpáros átvezetéssel is. Utána átértünk a Haraszti út északi oldalára. Itt szintén itt nem fér el egyesít, vagy külön nyomvonalú kerékpárút és gyalogjárda, de ez itt egyesített gyalogjárda és kerékpárút fog haladni. És az ötös itt is le fog szűkülni, pont amiatt, hogy ezzel csökken a forgalom. Természetesen a főjük az, hogy így fér el a gyalogjárda. Itt a Vörösmarty utca, és a Vörösmarty utcától már megint külön nyomvonalon tud haladni a gyalogjárda és a kerékpár út. Tehát mennünk a másik felére. Közben lehet kérdezni? Lehet, de először megmutatnám, hogy de nem csak én annyit szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy az ötös le fog szűkülni, ehhez a közülkezelő hozzá fog járulni? Persze, de még mindig. Tehát Miklós, azért ilyen széles most az ötös, vagy azért ilyen szélesnek, mert ott van a kerékpáros nyomvonal. Tehát, nem, az útügyi szabványoknak messze meg kell, akkor is, hogy lehet, hogy ők először majd egy kicsit tiltakozni fognak, mert nekik az a jó, hogyha minden akadály nélkül át lehet robogni egy településen, nekünk nem az a cél. Jó. De egyébként sokkal elszólva gyár fel az egész fogalom. Nem, tehát az ötösnek az oldal, az ötös szélességét nézve, akkor elszólva gyár fele. Ha úgy nézed, hogy a polgármester hivatal fel az ötös hát az, hogy mind a két helyről lesz a polgármester hivatalnál például lecsípve egy kicsit. Igen, de végig is. Igen. De meg kell a szabályoknak is is igazából ezt hozzá kell, hogy járjon. Persze. Jó. Hát majd egyeztetések után, mert biztos mondom, hogy először ők problémát fognak. Mert ugye mindig problémát fognak. De Miklós, hát az jó. Ott a Haraszti útnál a kivezető, ami menne be, Sarosjákele, ott is volna egy Sziget, hát, egy pillanat, tehát még egyszer mondom, hogy ez egy tanulmányterv, ez 80%-os pontossággal lehet, hol mondod? Igen. Ugye ennek az is előnye, hogy ezt a járműforgalom meglassítja, bár úgy volt lesz lámpa gondolom. Itt van a lámpa, persze.
parancsolódik. Azt hiszem, ennek ez az úttest és a járda vagy a kerékpárút között valami fizikai elválasztás. Kiemelt szegély és biztonsági sáv. Tehát mindenütt úgy van rajzolva, hogy kiemelt szegély, ezt értjük az alatt, hogy magasabb lesz a kerékpárút. Igen, tehát itt látszódik, hogy 80 centi a biztonsági sávot kell elhagyni, tehát pont azért, hogy biztonságosan lehessen kerékpározni a kerékpárúton. Nyilvánvaló, mert gépjárműveknek a szélessége az nagyobb, mint a nyomták vagy a kerekeknek a külső távolság közötti rész, és hogyha közvetlenül a szegény mellett megy, és sodorjon el senkit. Nem a kérdésem, hogy mindez úgy fog megvalósítani, hogy még föltáltalál lesznek. Igen, úgy tervezzük. Hát ezt majd testület mondja meg, mert természetesen, tehát én úgy is mondtam már a testületén is, hogy a település központban kandelláberek és az összes... De még egyet kérnék, hogy nem vissza az orvosi rendelőhöz. Igen. Mert aztán lehet, hogy az én memóriám nagyon cserben, de mintha arról beszéltünk volna, hogy az orvosi rendelő két irányból is megközelíthető lenne, és belül is lenne egy parkoló. Igen. Ez azért megvan, ugye? Hát itt egy keskeny sáv lesz most, ugye Farkas úr úgy tervezte meg, azt, tehát elvileg a parkolónak a hivatalos megközelítése az a Temető utcáról fog lenni. Tehát ez azért megvan. A parkoló utcából le tudunk menni a dolgosi rendelőhöz egy parkoló. Tehát magyarul nem csak az a kinti parkoló. Nem, 30 valány vagy 40 parkírozó fog venni, ami nem csak a dolgosi rendelőt fogja ellátni, hanem a település központ egy részét is el fogja látni. Sőt, hát amiről szintén már beszélgettünk, hogy már többször neki besevettünk a Horváth nénivel a tárgyalásnak, tehát az lenne jó, hogyha ezt az ingatlant meg tudnánk venni, mert akkor az ötösről is tudnánk a parkírozónak a megközelítésére egy bejáratot. Tehát akkor lényegében be lehetne menni az ötös felül is a parkírozóba. Nem úgy lenne jó. Hát igen, csak... Oda vissza nem lehet menni. Tehát az ötössel vissza nem... Hogyha meg tudjuk venni, akkor oda vissza. Akkor oda vissza lehet. Az ő sasics a nevésítás között. Igen, az a volt a puciba. Na, akkor mennénk ennek a térképzelménynek a másik részére, ami mondottam, a Vörösmarty után már megint egy jó darabig szét tudnánk választani a kerékpárutat és a gyalogjárdát. Egészen a Rákóczi útig, utcáig, bocsánat. És a Rákóczi utcától szintén egyesített gyalogjárda kerékpár lenne. Ezt azért nem tudjuk, mert itt van egy buszöböl. Tehát itt nem tudjuk leszűkíteni annyira az ötöst, illetve innentől a Kisfaludy utcánál itt már szintén itt egy szigetes gyalogjárda és kerékpárút átvezetés lenne kiépítve, és természetesen összekötve a már meglévő kerékpárúthoz, aminek magadtuk meg a végleges használatban maradási engedélyét, mert ez nem volt, ezt tájékoztattam a képviselőket, hogy a Természeti Hatóság azt mondta, hogy ő el fogja mondani. Mondtam, hogy elpróbálja, és az most sikerült két év után tőle. Hát az utolsó megnyitás az két év is van megkaptuk, úgyhogy most már nem kell elmondani neki. Tehát így néznek ki lényegében, a másik oldalon pedig a szélességeket annyira nem kell nézni. Én azt kértem, hogy olyan gyalogjárda legyen kiépítve, nyilvánvaló, hogy a lehetőségekhez képest erre már, tehát ezen a részen itt bőven van hely, ami egy 2 méter körüli gyalogjárda, ami sétánként is tud működni. Tehát ne csak arra kelljen figyelni, hogy győzelem most jön valaki, vagy hogy tudom kikerülni, hanem hogyha megáll mondjuk valaki beszélgetni, akkor is tudja haladni a forgalom, és hát ha a település központi, tehát ez a része is
tehát a Rákóczi utcától visszafelé ez egy közösségi térré fog kialakulni majd. Tehát ez az első variáció. Azt is, azt még nem mondom, hogy, hogy mit javasoltak a szakemberek, majd a, hogyha megmutatom a második. Menjünk az első kapcsolatban érezhetünk egyet. Persze, tanuljunk. Melyik részére van a viszont? Az első térkép, a haraszút beletorkolik. Azt tudom, a haraszútban beletorkolik? Jó, a főútban. Jó. Itt vagyunk. Mindjárt. Ott le is van igazából írva, hogy itt ilyen járvasszigetet nem terveztek be. Hova? A Haraszti úton, ahogy átkérdezik. Ott esetleg, nem tudom, egy pici szélesítéssel, szerintem az úgy biztonságosabb lenne, hogyha oda is egy ilyen... Most ugye úgy van, hogy ott van egy sziget a középen, azt mondom... Igen, de Tamás, tehát lámpás keresztelődés fog lenni. Tehát ott ebben az esetben, tessék, ott a jobbra kanyarodónak engedi a lámpa általában a gyalog átkelő helyet, vagy a gyalogos forgalmat, amúgy piros lesz neki. Így van, már biztonságosan nincs. Semmi, tehát tudom, hogy ott van egy sziget. Jó, hát most úgy van, hogy a szigetre megy rá, és a szigetről jön. Most is látom, tehát itt van a meglévő sziget. Igen, van egy szigetre, és innen jön ide vissza. Az akkor nem fogod maradni ez a sziget. Ez a sziget, ez nincs itt így. Ja, hogy az megszűnik? Igen. Mondjuk ott lámpára megy át, úgyhogy ez. Gondolom, hogy annak a szigetnek nincs jelentősége. Tehát ugye az csak úgy lehetne, csak most merre menjünk, hogy vagy a Dózsa György térből veszünk el, de majd leszünk olyan, amikor itt egy térforgalmat terveztek, és eltűnik szinte a tér teljesen, amire azt mondták, hogy forgalomtechnikai szempontból ez a tökéletes tervező is leírta, de nekünk nem a forgalomtechnikai szempontot kell tökéletessé, hanem a település kell a lehető legélhetőbbé alakítani, és abban én számomra nem fér bele a körforgalom, majd meglátjátok, hogy teljesen eltűnne a Dózsa György téren, még mivel minden együtt. Parancsolj! Tudom, hogy nem te szervesenye kapcsolódik, de az terve van, hogy esetleg a település központban a légkábelek helyett... Ezt kérdeztem, hogy az a teljesen egyértelműen igen. Tehát kandelláberek és földkábelek. És milyen mettől meddig? Tehát milyen hosszú? Első lépcsőben biztos, hogy csak a Haraszti meg a Halászi között. Szerintem a következő kiegészíteni a Halászinál azt a csomópontot, mert a Szabadságtéren ott egy része az földkábelben van, most is. Igen. Tehát utána azt a részt, ez a település központ legyen, és utána lehet haladni kifelé, hogyha mi. Köszönöm. Egyértelmű, igen, föl kell elégbe tenni a vezetékeket. Mentünk a... És nekem egy a Kossuth-ra is betolkodnak, az nem megyek hívásra. Főkossuth-ra is. Az egy másik. Másik mondani, igen. Most attól függ, melyik vélét szeretnél? A pesti oldalt, vagy a... Akkor pesti, akkor itt van? Hát a másik mondani. Menjünk a másikra. Másik mondani. Most utazni egy másik helyes. De az jövőségben már voltam, most megpontoztam. Igazából a fő után átvezetett gyalogi járta, az ott egyenlőre csak úgy beletorkolik a Kossuth-Lajos utcába. Tehát így mondod? Igen. Azokat már nem vizsgáltad, tehát oda természetesen, mivel a Kossuth-Lajos utca ez főút fog, vagy nem főút, hanem országos főút fog venni, mert azt adjuk a Somogyi. Igen, tehát a Somogyi Mégláért cserébe ezt adjuk. Tehát ide az 100%-os, hogy ide egy gyalogátkelő helyet kell tenni. Természetesen, hiszen ezen a részen elég nagy a forgalom, gyerekek is iskolába mennek, de ezt már nem jelölted, ez részletkérdés volt. Egyértelműen gyalogjárda kell, sőt, vagy gyalogátkelő hely. Még az is lehet, hogy szintén szigetes, mert innen, hogyha Pestről is mennek, bocsánat, ültön, ha Pestről jönnek, akkor azért elég nagy sebességgel, ilyen 60-70 km sebességgel szedik itt be a kanyar, tehát
Még valamint azt is meg kell vizsgálni, hogy ha esetleg egy szigettel együtt ki lehet alakítani. Nekem az nem volt egyértelmű, hogy ez... Hát az már nem tartozta a tervezési szakasz, természetesen mondanom, oda kell, tehát az mi is beszélt. Akkor mentünk a második területére. Viszont egyáltalán nem tartom szerencsésnek, hiszen... Borosi veszély.
Igen, tehát pont most is az a baj, hogy eleve az út szélére mindig odalakulik ki a kor. És komolyan meg kell nézni, egy reggeli harmad elég arra, hogy az elnyálkásodjon. Hogy esőről nem is beszélve. Amellett sajnos nem 50-en mennek a járművek, sőt, nagy csak pénzek. Nagy jármű például most az idő, ugye mai nap, hogy az ötösen is teljes utcán volt Pest felé, és beterelték Görgényen a forgalmat a régi ötösre, és már ugye vissza lehetett volna már menni itt az elkerülő, még nem sokan mentek végig itt a Fanny-Keresztúdikban. Nem akarosan, szóval jobb az, hogyha elból választva a kerékpár, hogy ilyen kis anyan elve. Így van. Szóval nem tudom, minek így elvonatok. Szerintem. Tehát eleve ezek az esetekben például nem lehetnek az érszigetes gyalogátkelőhelyeket kialakítani, mert ott le kellene csökkenteni a forgalmi sávoknak a szélességét. Tehát ott meg kellene szüntetni a kerékpárutakat. Tehát forgalomtechnikai szempontból a szakemberek azt mondják, hogy ez a legszerencsésebb. Én azt mondom, hogy ez nem televízió szempontjából nem szerencsés. És ez ugyanígy nem megy tovább, mert azon a szép lassan áthúzom. Tehát ugye itt vagyunk a rendes házban. Hát igen, itt a hentes ház, tehát lényegében itt a templom, itt a Halászi utca, Orvosi rendőrök, itt a Somogyi Béla kereszteződés, Dózsa György tér, és akkor mondom a másik részét is. Tehát ugye itt a Vörösmarty utca, itt a Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca, itt egy buszöböl, és lényegében itt a Kisfordi utca. Egyelőbb ide lehetne már közösszigetes átkelőt kiépíteni, mert itt már nem az ötösen megy a kerékpársáv. Hát ez a három variáció, és mondom, ezeknek lehetne kombinálni ezeknek a megoldásra. Azt megkérdezem, hogy szerintetek melyik szakemberek, tehát a Farkas úr is, meg a Makkai Krisztina település tervező is, melyiket javasolta? Az első a legolcsóbb, de szerintem észrevisség szempontjából egyértelműen az első. Ami nagyon fontos, hogy mondom is, mint a szegény gyermekeknek, mert ez kiemel kerékpárról, tehát nem az ütvesbe beolvadó, de ahogy nem tudja fölvenni. Nem feltűnik, csak feltűnik, hogy mindenképpen tudom. És több helyen van az első, de külön. A kerékpárról is külön a kerékpárról, ami megint csak fontos. Azért akkor szóval akkor problémák lenni, hogy gyakorlatilag. Farkas úr nem jött át, de telefonon beszéltem vele, ő is azt mondta, hogy az első tartja szerencsésnek az első megmondást. Mondom, tehát itt abban nem kell most belemenni, hogy idei ezt egy hívóra törünk, mert csak arról szól, hogy melyik terv menjen tovább tervezésre, tehát lényegében. Ugye ezek a tervek engedélyes és kiviteli terv kép fognak elkészülni, és akkor lehet majd, amikor már azoknak meg lesz a konkrét vázlata,
Azt mondta, és a másik az, hogy kifejezetten az öltövetésre, az a teljesen remény biztosítja a legjobb alkalmat. Tehát a forgalomtechnikai szempontból, egy gyalogos átvezetés szempontjából a körforgalom lenne, a Dózsa-Győ tér lenne a legszerencsésebb, de el fog tűnni teljesen akkor a tér, és nem az a parkunk se. Emlékművel mindenestől. Szerintem azt mondtam, hogy a lámpa se egy biztos, nem biztonságos átkelés. Tehát, hogyha a lámpás átvezetés, nem? Mert azt mondod, hogy a körforgalom a legszerencsésebb. Hát igen, mert ott látod mindegy, hogy sziget van például. De a lámpas egy biztonságtalan. Nem, hát persze a lámpa nincs. Hát rendben, hogy így van, de itt hát, van lámpa. Hát oda kellene akkor is lámpát a körforgalomban. Mert az kis kukéletelmen is van körforgalom, és ott is lámpára is lámpára lehet rámasni. Milyen kérdés van, vagy mit mutassak, melyik térképzelmény? Hogy zöld felület legyen több, vagy parkírozó legyen több. Tehát én a Farkasúton is azt hittem, hogy a település központ maga, tehát ez a nagy blokk, amiről beszéltünk, ez a közel egy hektáros terület, hogy oda zöld felületeket tegyen, legyen egy akkora tér, ahol az ünnepségeket meg lehet tartani, de azon kívül ott legyenek zöld felületek. Tehát ne egy baján kiismeri a település központot. Ami régen is ott szokott lenni a halászléfőző versenytől kezdve. Igen, nagy tér. Tessék? Nagy tér. Nagy tér. Egy csodálatos. Európa, vagy Közép-Európa legszebb tere lehetne. Parkírozót csináltak belőle. Tehát hét közben parkírozó, hét végén nem lehet oda bemenni, akkor van a közösségi térben, de hét közben teljesen parkírozó. Én nekem az a gyönyörű tér, ami lehetne, tehát többször lett tér. Ezt tudomásul kell venni, hogy ezért biztos, hogy fogunk kritikát kapni, hogy miért nem lehet buszon leállni a buszautónak az ajtóba, de nem az a feladatunk, hogy mindenkinek az ajtóba biztosítsunk parkírozót. Tehát én úgy gondolom, hogy a testület hozott olyan döntéseket, hiszen pont amit a Marosi Kármikó is megvettünk, hogy a parkírozók lennének kialakulva. Pont ezért szólítottuk föl a takarékot is, hogy oldja meg a saját parkírozót. Egyből már fölvette a kapcsolatot az egy ingatlan tulajdonossal ott a környéken, hogy akkor tud kialakítani parkírozót, hiszen ugye kitiltottuk a templom körül, mert már nem lehetett leállni. Tehát a településnek feladata az, vagy az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, hogy biztosítson kellő parkírozó helyet, de nem az a feladata, vagy nem az a kötelessége, hogy az ajtóban mindenki. Géza, Zoli. Én azt hittem megkérdezni, hogy a polgármester hivatal előtti tér, az körülbelül ugyanakkor a maradt, tehát a mostani épület front szegélye, az fizikálisan ugyanott marad, és az a szénes járda, lesz csak leburkolva, csak ott, vagy lesz valami mozgás előtt? Csak nagyon még nem is látványterv szinten láttam, csak beszéltük róla. Az a terv, hogy emlékszünk a Farkas úrnak az eredeti polgármesteri hivatalra, az úra, most az ú az le lenne rövidítve, csak egy rövid ú lenne, tehát egy 3 méteres ú, vagy maximum 4 méteres, és annyira ki lenne tolva, majdnem, mint ami most van, csak annyi kis zöldsáv lenne ott egy sétány és az épület között, hogy ne tudjanak az utcára megkapogni, mert azt is tudjuk, hogy megfognak az emberek, hogyha egyet akar intézni, akkor. Tehát magyarul 3-4 méterrel akkor bejjebb fog kerülni, az betűnek a szára lesz akkor a mostani épület szára. Nem ahogy az eredeti terv volt, egy kifordítottuk. Csak lerövidítve a szára, akkor az útvalak az ugyanúgy lesz, mint ahogy az eredeti látvány terv volt, hogy az utca felé volt az út. Igen, csak a szára. Csak a szára azt sem fog kiérni teljesen nagy gyalogjárdáig, ott lesz egy másfél-két méter. Hát akkor az útnak az alja az viszont nyilvánvalóan még mentem lesz. Szóval magyarul akkor
bővül az a tér lényeges. Igen, tehát ott egy nagyon szép ilyen falábakon álló ilyen előtetőt szeretnénk, ami megadja az épületnek a stílusát, meg magasztosságát, igen. Meg, tehát több mint valószínű, hogy te azért lesz levéve az út, mert ketté lesz bontva a polgármesteri hivatal, mert ennek a nagy térnek, ahol most van lényegében a rendőrlakás, arra részére épülne egy ilyen szolgáltatóház, mert azt mondja a Farkas úr, hogy oda is kellene épületet tenni, hogy lezárja a teret. Tehát, hogy kialakuljon egy tér. Tehát ugye nem parkírozóhoz legyen a tér, hanem tényleg épületekkel körbezárva, és ezért a polgármesteri hivatalból kivenné pont az U-ba, amik vannak, azt a két-két irodát, meg még egyéb szolgáltatót, az belemenne a hátsó egy szolidabb épületbe, és a polgármesteri hivatal így meg kikerülne lényegében az utca frontra, majdnem egy, mondom, egy ilyen átjönszerűség kialakítására. Akkor a hátsó rész akkor nem lesz húzatos, hogyha lesz ott egy épület, akkor az lenne. Hát meg térjelenek lesz neki. Köszönöm. Oké. Én most el kell fogadnunk, hogy melyik az, amelyiket... Belefér. Így van.
ezen az oldalon, az északi oldalon lenne a gyalogjárda, a másik oldalon pedig elférne egy kerékpárút. Ha most nem is olyan kerékpárút, ami teljesen szabványos, de közel ahhoz. Tehát lehet, hogy nem fogjuk tudni kerékpárútnak nevezni, de a célnak megfelelne. Hogy miért kellene ezt megvalósítani? Pont azért, mert ez egy keskeny út, elég nagy forgalmú út. Jelen pillanatban a kerékpárosok, a gyerekek veszélyes módon tudnak csak rajta közlekedni, még ha kiépítenik a járdát, még akkor se, illetve ez a kerékpár, vagy ez az utca, ez beletartozik a dél-európai egységes kerékpárút hálózatba, tehát ugye itt abban is be van jelölve, hogy itt kerékpárút lenne majd, valamikor ki, vagy megépítve, hogy mikor ezt megérdezze senki, mert azt nem tudom én sem. Tehát ez lenne az egyik utca rész, ja, és akkor ide csak és kizárólag zárt csapadékvízelvezető rendszer tudnánk megépíteni, tehát lényegében az út közepén, az úttest közepén, vagy egyik szélén az nyilvánvaló feltárva a közműveket, hogy hol haladnak. Ott lekerülne egy 300-350 mm-es cső, és lényegében két oldalról pedig víznyelőkkel lenne ebbe belevezetve, majd itt bekötve ebbe az áramrendszerben. Ennek az áramnak egy legalább az épületig itt egy burkolatot kaptam, tehát nem ezt a hézagos, hanem rendes mederelemet, hiszen azért itt nagy mennyiségű víz fog áramlani, és ennek az áramnak a kitakarítása a vejszóig, ez lenne az első résznek a tervezése, illetve ez egy javaslat nyilvánvaló, hogy is hova nyílni a vizet. Tessék? Kell tudnál járni az a vejszó, hogy ne. Igen? Persze. Hát Géza az ott valamikor, te is sokkal jobban tudod, amikor 60-as, 68-ban, vagy mikor volt ez a, az a nagy árvíz, amikor, vagy belvíz, bocsánat, amikor a nedves olvadás volt, és Lucernás akkor megindulva azt a település részt veszélyeztette a víz. Azt is be tudta fogadni, akkor lett megépítve az, ez a csatorna. Ezt ki kell takarítani. Igen. Az változás. Igen, az az. Meg le kell burkolni ott az elején, mert ott azért az jelentősnek folyamatosabb kapja a vizet, és nyilvánvalóan ott nem lehet azokat a házokat sem. Tehát ott egy 50-60 méterig le kell burkolni, és onnan tehát a kövelelőre. Kisebb tárolók szoktak kialakítani a csatornán végén. Ami látszólag ugye nem a baj, de több méterben hatalmas. De nincs rá szükség. Vízmérnök, hát igen, tehát most úgy néz ki, hogy nincs rá szükség, mert át lehet úgy vezetni, hogy az a csatorna az simán a Bejszkóba, átfolyni ugye a Sárkánytóba, meg le az Ócsai tőzegesbe. Hát még úgy is, hogyha ki lesz tisztítva, akkor ez működik. Ez most is működik, különben. Csak nyilván ezt ki kell tisztítani, hát persze. Tehát ez az egyik, amit javaslunk a képviselőtestület felé, illetve a Településfejlesztési Bizottság felé, hogy legyen a pályázatban bevéve. A másik, a Halászi Károly utcába a most is meglévő csapadék víz elvezető, tehát ami jobb oldalon van, hogyha a Dunkontól nézzük, a Damjanics utcáig és a Damjanics utcának járvány a bal oldalra. Hát ennek a mederburkolat kiépítése, mert hogyha megnézzük azért most ilyen bodgyetézagos hold járdalattal van, gazfőnő felette, tehát úgy az ötösnek a vize ugye ebben van belevezetve. És rendelőnek a vize ebben a hálózatban lesz belevezetve. A térnek a vize, ami az ötöshöz közelebb van, ebben lesz belevezetve, tehát itt még sokkal nagyobb víztetelés fog lenni, és ezért lenne célszerű ezt rendes mederelemekkel, ez a ilyen alkú mederelemekkel kicserélni. Abban nem tud följönni a gaz, sokkal jobban takarít, a tovább gépbe is lehet takarítani, és ezt megoldani, vagy megcsinálni egészen a település lakott terület határig, és a lakott terület határtól, tehát ahol, ami most itt van körülbelül,
Vásárhelyekért, igen? Hát itt a, ami a Szlovicsánkék, vagy nem ott van, itt van, bocsánat, Szlovicsánkékhoz, ami megy be egy kis út. Az autós, igen. Így van, azután egy olyan 6 méter. Akár Sőkárhújáig körül. Az hát ott volt, ott a bejárt. Tehát idáig kellene Medebrenben burkolni, és innentől pedig ezt a részt, illetve ezt a részt, amit a idáig jön keresztbe, ez 2011-ben már egyszer ki volt pucolva, de ezt kitakarítani meg, ha szükséges, még akkor elkanyarodva a Dunatisza csatorna felé, a vízházi tárka felé, ami arra kell azért vigyázni a pályázat összeállításnál, hogy elsősorban belvíz, vagy belföldi vízelvezetésről van szó, tehát azért lehet, hogy csak eddig tesszük bele, és természetesen, hogy a szükséges, akkor bejárjuk. Igen. A harmadik rész. Vagyunk. Ennek a résznek Iskola utcánál járunk, a Bartóczi felüli oldalon. Tehát itt van most a járdának vége. Itt. És ezt a részt, itt azt a járdát föl kell bontani, az árkot el kell bontani, oda szikkasztó monoblokkokat kell berakni, és leburkolni teljesen, ott kialakítani legalább egy 2 kilométeres gyalogjárda és kerékpárra, hogy a gyerekek tudjanak az iskolát biztonságosan közlekedni. Itt is az elválasztás az 12 cm-es kiemelt szegélye lenne, hogy autóba ne tudjon fölmenni. Illetve a másik oldalon itt szintén ezeket az árkokat, ezeket burkolnánk, tehát nem fednénk, hanem csak burkolnánk, tehát megcsinálnánk összeg. Tehát itt a földesi dobjék mellett ugye ilyen dzsungulyos földárok van, tehát azokat szépen megcsinálni, és maradna a földárok itt ezen a részen a faház előtt, azért mert járó megépül, de ahhoz a földállakhoz nem tudnánk, hogy az maradjon meg olyannak ott a faluháznál, ami a faluháznál illik hozzáinknak. Tehát körülbelül ez az a három rész, ami föld, vagy kimeríteni ezt a keretet. A pályázat az 75%-os intenzitású, az adóerő képességünkből adódóan, tehát lényegében, hogyha egy 100, most nem hajszál pontosan, de 131-2 millióra, hogyha pályázunk, akkor 100 millió forint támogatásra pályázhatunk. Nettóról beszélek most. Tehát nyilván ezt vizes szakemberek segítségével, meg műszaki személyzet segítségével állítottuk össze, hogyha ettől van jobb ötlet, akkor valósítsuk meg azt, de én úgy gondolom, hogy vagy mi nem, ezt találtuk a legégetőbben, úgy mondtam. Jó. Elvélemény, egyetértünk. Azt csak kérdezik, egyetértek ezekre, mert a haraszti úton, a vízelvezetés, az közút, a tombódoló lenne, vagy ez a baj, hogy mi is gondolkodtunk ezért, a közúti lenne, de hát a között nem az átúja keresztül, hogy így van. Tehát én nem lehetem ezt félre, hogy elsősorban te tudod eszembe, hogy hozzuk ott. Nem, mikor is nem vagy mondjuk. Tehát mi ezen is gondolkodtunk, csak itt sokkal jobban meg tudom indokolni, mert rá tudom azt húzni például a Halászló utcára, hogy országos közút vízelvezetése van, és ott tényleg, hogyha az nem jól működik, az el tudja önteni a települést és Havasztin. Utána ezt nem tudom nyitott megfelelhozni, mert ott lényegében vízelvezetés, ott csak annyi, hogy az árkoknak így van vezetve, és ott elszibálom és kész. Jó. Csak nincs igazán semmi bajom, csak egy dolog, hogy ezt én tudom, hogy gondoltam, hogy a teljesen esélyen hosszokat összetudni, hogy ott a nagy dödő, illetve egy kicsit visszáltatok azon a részen szokott. Valamikor a nagy dödő is ezt a feladatot látta el. Valamikor nagyobb bány volt itt van, és utána... Hátsó a részletében, hogy ahonnan tudták volna vezeték a vizet, illetve a hátsó utcákból arra kifelé, ugye? Ahogy ennyi arra, az már kifelé valóban. Tehát most lényegében ugye ilyen probléma volt a Légyom utca
utca és a Rákóczi utca sarok, ami volt az Eszti volt, most már egy Jövi volt, ugye azt megoldottuk, mert tavaly ez elkészült. Most még egyetlen ilyen pont van, az Arany János Aranyák sarok, amit szintén ilyen szikasztó blokkoknak a behelyezésével azt meg tudjuk oldani. Tehát ezek azok, amik nagyon nagy esélyű problémát jelentenek. Az iskolánál ott azért kellene megoldani, mert nincs megoldva a gyerekeknek a biztonságos közlekedés. Tehát azt most nagy mondjam, hogy amikor ezt már régebben is néztük ezt, és a Fici az együtt is így, hogy ezt azt ők csinálták, ahhoz senki nem jó, hát mondta neki, hogy ő nem nézi az őszterben. Hát én sem, hogyha majd ezt tényleg odaít, akkor az ökormányzatterület, nem? Ez. Hát azért, hogy most hát a járda építés és bocsánat, ekkor a járda, ugye növénye már betudtunk. A járda építésnél most a Haraszti úton is volt olyan, aki azt mondta, hogy ezt nem akarja megengedni, hát nem. Szerintem jó, hogy egy is úton elintézni, de ez semmi van, hogy megépített a járda, ez azért dolog, de ez az ökormányzat, illetve a közterület, tehát mi is el tudják mondani. A tipis már nem is adni közterület, tehát járda építésre, hogy tehát mindig ráírjuk most már, hogyha valaki járdát akar építeni, és ki a közterület aztán mit csinálsz? Közúkezelő hozzájárulás, tehát ráírjuk, hogy amikor az önkormányzat járda építés hagyta, akkor fenntartja a jogot, hogy az egységes település kép véget a járdát elmondhassa. Köszönjük még az Olinak. Én azt szeretném megkezdeni, úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt a református templomon kívüli rész is problémás volt, a templom utcának a vége. Ott is eléggé alacsony vannak a házak, ott megoldódott a elvezetés, meg lett oldva, nem jártam volna mostanában. Az a hisz kezeli azt a területet, tehát az belőzes terület. Tehát ott az építéseket, a mostani hízbe, amit elfogadunk majd, abban benne is van, hogy oda külön tervet kell készíteni, csak víznyomásra méretezett pincét, hogyha pincét akar, stb. Tehát ami már ott megépült rosszul lényegében, azon sokat nem lehet volna. Az ott valaki megépített egy pincét, hát nem csak ott, mert ugyanúgy például a Palázik előtte is. Tehát azok, akik megépítettek úgy pincét, hogy nem a némedi, jó, most jó értelemben mondom, a paraszt fölfogás szerint, hogy ne legyen száraz a pince, ne szigeteljünk semmit, és bizony följött a belvizorokkal, nem igazán nincs. Tehát nyilvánvaló, hogy a Széchenyi utcában is egy vízelvezetés van. Most már a csatornák, tehát a szennyvízről beszélek most, ugye az majdnem mindenki be van kötve, 97% fölött van a bekötés. Ugye ezek is emelték a belvizet, vagy emelik azokon a helyeken, ahol saját sikasztás van. Természetesen nem emeli az is, hogyha nincs elvezetve a víz. Ott jelen pillanatban, majd, hogyha most csinálják önben a telekalakításokat ott csak úgy lehet, hogy gépészettel, hogyha szükséges, de ez benne van, hogy őnek így kell várni, gépészettel a... Átemelni. Igen, de arra a Bejsztóra, Bejsztóba átemelni. Egyébként Ócsán hasonló vizes helyen az Ócsai rész, a teljes alapot ír elő, másképp nem ad ilyen ügyességet. Ez is az van gépzett. Tehát azért mondom, hogy ott, aki ezt pincét csinál... Csak gépzett, tehát emlékezzen például a Balcsi-Zsirinczky utca sárkányzott. Tehát amik most ott van telkek, nem most lettek kiosztva, hanem még 2007-ben, ahol lett ilyenben, 2007-ben, tehát 2010 végén, 2011 tavaszán ott félem szállig érő víz volt. Ott nyilvánvaló, hogy a nézve mi fölhívjuk a tervezők meg a szakembereknek a figyelmét erre, hogy ott az belvíz veszélyes hely, de onnan nem tudom elvezetni, mert nullára mindenféleképpen fogja a víz. Tehát ott alapemeléssel és olyan alapnak a megépítésével, ami ezt írja, és kéne való, hogyha valaki picit akar, akkor írja más elemészeket is. Persze, akkor
kérdezni, hogy ezzel egyetért? Egyetért. És akkor most jön a ingatlan belterületbe csatolása. Mutatom be itt belterületbe, nem tudom. Penny összekötő út. Ez a Penny összekötő út. Penny összekötő úttól jövünk be a Géleshez. Így van, most ezt a szakaszt építettük meg, és a GLS ugye megvette ezeket a területeket, ezt is így. Lényegében ő most saját költségen építeni az utat tovább idáig, de ez a két terület, ez beledunk. A GLS már az egyik félre sikerült, az én folytattam be a tárgyalást, vételi ajánlatot tesz erre a két területre. Ugye ő csak akkor tudja megvenni, hogyha nem szántó, hanem területből kivett terület, akkor tudjuk, hogyha egy területre mondjuk. Illetve az egyik területre nem biztos, hogy sikerül megegyezni, akkor viszont ennek a hízben szabályzat részére azt majd testületi döntés kell hozzá, akkor is sajátítási eljárást kellene elindítanunk. Volt már ilyen, természetesen először a megegyezést szolgáltatjuk. Tehát erről a két területről van szó, erre a területen már meg van egyezve, lényegében a másik terület meg. Azzal nem biztos, hogy meg lesz, mert erre a területre ez egy 460 négyzetméteres terület, ugye Júlgan? És a tulajdonos azt mondta egy-két évvel ezelőtt, hogy ő bent lakott területen egy telket kér érte. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy ez 5000 forint kint, akkor ez 2 milliót ér, ő azt mondta, hogy bent lakott területen egy telket kér, hát az nem fog menni, akkor a kisajátítást erre a kis részre elindítjuk, és megmarad neki ott az a kis sár. És sajnos oldás megérünk többet, mint ha bent kapra egy telket? Nem. Hát ez a kisajátítás az ingatlan forgalmi szakértő szerint, tehát most ezek olyan 5100 forintért keltek el, tehát erő papír. Tehát az igazságügyi szakértő azt fogja mondani, hogy ő az adott helyszín kialakult árait vesz figyelembe, az 2200 forint, és ezt az érdeket? Az egész. Az egészet nem sajátítjuk. De nem azt mondom, hogy megállt. Hogyha kéri? Hát, hogy van, hogy megmaradunk tőled, nem alkalmas, már tovább. Most ez se alkalmas, csak hogyha kéri, akkor kell. Tehát, hogyha ő kéri, akkor ki kell sajátítani az összeset, akkor Géles. Jó. Akkor a 15 embert meg lesz a megész. Hát azóta, most persze, csak át van, amikor nem. Jó, értem. Mennyi Igen, pontosan. Már nincs itt kitűnt egy kínlap beszéd, akkor... Ezt is hogy kell? Ezt alatt is kell volna. Persze, hogy a egyenként kell. Egyenként kell. Köszönöm szépen, hogy a részvételt, hogy a